Izményben csökkenőben van a népesség, ezen belül is a fiatal gyermeket nevelő családok száma. Ezen szeretne változtatni Kelemen Ferenc polgármester. Legfontosabb feladatnak az óvoda megtartását tartja. Jelenleg 15 gyermek jár a helyi óvodába. Az óvodánk még megvan, és bízom benne, hogy még sokáig meg is marad, és az óvodai létszám ugye számít, mert a normatíva határozza meg azt, hogy mennyit kell nekünk ráfizetni, vagy esetleg kijövünk abból a normatívából, amit kapunk. És ezáltal a fiatal családok, akiknek nincs lehetőségük házat vásárolni, akinek óvodás gyereke vagy óvodástól még kisebb gyereke van, ilyen átmeneti szállásként ilyen 1-2-3 évre, amíg az óvodát el nem hagyja a gyerek, addig mindenféleképpen itt kap nálunk lehetőséget a lakhatásra. Izmény önkormányzata szociális bérlakásokat alakít ki fiatal családok számára. Ez jó megoldást kínál a fiatal gyermekes családoknak. Az ingatlanok néhány évig szolgálhatnak ideiglenes lakhelyül a családok számára. Az önkormányzat nagyon kedvező bérleti díjat számol fel a lakhatásért, ezzel is csökkentve a fiatalok terheit. Az önkormányzat vásárolt néhány évvel ezelőtt egy ingatlant, melyben korábban már lakott egy család. Ebben a házban egy másik lakrészt alakítanak most ki, ennek a munkálatai folynak éppen. A lakások nem túl nagyok, de kényelmes egy család számára. Ez az egészhez tartozik még ugye az istáló, meg mögötte van egy nagy kert, úgyhogy mondtam a lakóknak, hogy jövőre akarnak is veteményt, akkor van lehetőség rá, úgyhogy itt azért egy elég zárt, ha úgy vesszük, hogy csináltuk rá a kerítést is, a gyerekecskék tudnak játszani ittben, megmondom, ők meg tudnak veteményezni is. Továbbá a már nem működő iskola szolgálati lakását is visszaalakítják lakássá. Ez korábban orvosi rendelőként működött. Ide egy 5 tagú család fog költözni. Mi fog még egy kiszkarton, mert az ajtó ez le van zárva, és akkor így van külön lakrész. Így lesz külön lakrész, itt lesz egy szoba, egy folyosó, egy konyha, fürdőszoba, WC. És vegyes tüzeléssel. A lakásokra nagy az igény, mert jelenleg 4 család vár arra, hogy be tudjon költözni egy ilyen bérlakásba, viszont az önkormányzat jelenleg csak 3 családnak tud lakhatást biztosítani. A sikeres program folytatásaként szeretnének még további ingatlanokat vásárolni, hogy még több családnak segíthessenek ezzel.